Sziasztok! A heti szakaszban olvasunk, hogy Ábrahám a harmadik napon a körülmetelése után a pihen a sátor bejáratánál. Ábrahám, hogy olvastunk az előző heti szakaszban, 99 éves korában körülmetéltette magát. Ez volt a szövetségnek a jele, mert az örökkévaló szövetséget kötött Ábrahám és leszármazottjaival és vele. Ábrahám 99 éves volt, Ismael Ábrahámnak a fia 13 éves volt, és majd később olvasunk, hogy mikor Jicchák megszületett, akkor ő volt az első, aki 8 napos korában lépett be Ábrahám szövetségében. Van egy olyan midrás, a midrás azt mondja, hogy volt egy vita Ismael és Izsák között. Ismael azt mondta, hó, én vagyok különleges, mert 13 éves voltam, amikor beléptem a szövetségben. Te pedig csak 8 napos voltál, senki nem is kérdezett téged, hogy szeretnél belépni Ábrahám szövetségében. Mi a válasz erre? Miért nagyobb az Izsák, mert ő 8 napos korában lépett be a szövetségben? Mert mi a szövetségnek a lényege? A szövetségnek a lényege az, hogy a két fél olyan erős kapcsolatot hoznak létre, amit nem lehet elszakítani, független a körülményekhez. Vagyis, ha nagyon jó és van egy erős barátság két ember között, akkor ez egy erős kapcsolat. De mi van akkor, ha elmúlik? A körülmények olyannak, hogy már nincs olyan erős kapcsolat, akkor megszűnik a barátság. Ha szövetséget kötnek, ez azt jelenti, hogy akármi fog történni, ez a szövetség tart, és el vannak kötelezve egymás mellett. Ez volt a szövetség, ami az ábrahámi szövetségnek a lényege. Most, Ismael 13 éves korában lépett be a szövetségben, ez azt jelenti, hogy milyen erős ez a szövetség, amilyen erős az ő elhatározása. Izsák úgy lépett be Ábrahám szövetségében, hogy ez nem függ az ő esze és az elhatározásától. Ez azt jelenti, hogy olyan mély, hogy nincs semmi, ami képes megszakítani ezt a kapcsolatot. És ez a különleges, ami miatt 8 napos korában történik a körülmetélés, mert sokkal erősebb, mint az, amit az ember az eszével képes elhatározni és dönteni mellette. Köszönöm szépen!